Az elmúlt 4 év kemény munkát jelentett a parlamentnek, erre alapozva komoly eredmények születhetnek, mondta Habis László polgármester. Olyan ügyekről tárgyalt most a polgármester a volt frakciótársal, a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel, amely a város és a térség foglalkoztatása szempontjából meghatározó. Az infrastruktúra fejlesztéséről, az önkormányzati és vállalati fejlesztések támogatásáról. Köztudomású, régi fájdalma ez az egrieknek, és régi problémája az egri gazdaságnak, hogy nincs korszerű közvetlen autópálya kapcsolat. Miniszter úr azt ígérte, hogy ez a folyamat, amelyik most egyébként viszonylag ütemesen halad, ez még gyorsabbá válik, hogy meg is épüljön ez az út minél előbb. A kormány számára egyértelmű cél, hogy a ciklus végére közvetlen kapcsolat legyen minden stratégiailag fontos várossal, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. 2x2 sávos gyorsforgalmi utakat terveznek. Mivel a egri úthálózat fejlesztésének a terve régi, és már vannak folyamatok, így azt kell, hogy azzal biztatom az egrieket, hogy reményeim szerint nem a ciklus végénre fog sor kerülni, mivel ez határozott kormányzati cél, és azt gondolom, hogy itt most már nem csak a akarat van meg, hanem talán az anyagi forrás is, szerintem záros határidőn belül az egriek ilyen álma megvalósulhat. Felmerült az egriipari park bővítése is, a miniszter azt mondta, megvizsgálják a lehetőséget, hogy a jelenleg a MÁV tulajdonában álló 8 hektáros terület a város tulajdonába kerülhessen. A miniszter szerint egy központi szerepet betöltő városban indokolt az innováció is, akkor működne jól a gazdaság, ha egész Magyarországot innovációs nagyhatalommá tudnánk tenni.